Ennyi volt amúgy a loot része ennek a rész területnek? Tehát, hogy ez azért egy kicsit sovány. Továbbra is ezt nehezményezem a videójátékkal kapcsolatban, hogy hát lehetne több loot. Jók vagyunk. Egy-egy páncél veszett oda, nem használjuk el a tábortüzet. Jár a taps, igen, köszi a GG-t, köszi. És Red Nulls, igen, köszi szépen a követést, hello, itt vitt közöttünk. Mentettem? Nem mentettem, mi? Zuty. Alright. Arra is el lehetett volna menni? Ott az a hátsó részességességes. Hi. Nem lehet átvenni, oké. Nézz, annó, ha rohangeltál középkortban, még ennyi dolgot se találtál. Oda, hogy nem! Emlékszem, amikor... Szóval, hogyha erre tovább megyünk... Akkor... Reméljük, hogy lootot találunk. What is this thing? Mondtam. Amit mondtam, megmondtam. Oké. Igazából akkor már csak a Sir Tevelin marad. Hé! Puncher? Találj meg minden rejtett tárgyat. A rohadt életbe akkor még nem mehetünk oda, ezt meg kell találnunk. Ez még nem az, jó? Oké, húh. Jó, ezek csak élőholtak, akik a bulizni akarnak, jó. Már egy kicsit drámai helyzetben. Azt hittem drámai helyzetben vagyunk, de nem. Pofon. Ready to fight. De jó, el tudok idáig jönni. Nem tudok, viszont nem tudok semmit se csinálni. Na de, hogyha ide jön. És csinálunk egy területfedezést. Így. Akkor aki jön, az kapja. Baran kapott 2 pontot, az arra jó, hogy közelebb jöjjön. Na és akkor a csaj. És akkor jöjjön a csaj. Oda előre megyünk. És akkor jön a csaj. Egy szer, mínusz. Szia Santoro, hello mindenki, hello. Igen, mindenkivel megvasunk? Igen. Jó, hát a barátocskánkkal még nem, de... Az... Ő így fedezi a csajt, jó? Mondjuk azt. Na, paf. Jaj, de cuki, ahogy jönnek, nézd meg. Hihi. Madrend? Gyilkosság! Gyilkosság! Mészárlás! Awaiting your command. Hullanak, mint a legyek, gyerekek! Érted így? Letapsikoljuk őket. Csaj? Csaj, amit nem is voltam. Állj már oda, hogy tudjál lőni. Jány. Oda néz. Öcsém, ki az a legolasz? Hallod? Hagyjad már. Leokoplást. Nem tudok odaállni, hogy lelőjem azt.
ide jön. Ude megy. Your Highness? Fölváros! Szia, titoktartó mikrobiológus. Hello, hello. Oké. Egy pillanatra azt hittem, hogy már itt vagyunk, de még nem ott voltunk. Meg kéne keresni ezeket az elrejtett tárgyak, a gömböcskéket. Ugye az a múltkor is adott valami jófajta lootot, ha emlékeztek. Azt hiszem az volt az. Úgyhogy annak reményében erre elindulok vissza, és fel kell kutatnunk, hát ha valahol ott hagytunk ilyeneket. I see an altar. Egy oltárt látsz? Ahun, ja ott. Azt mondja, hogy nem elég magas a varázserünk, hogy tudjuk, hogy ez mit csinál. Akkor hagyjuk békébe és mentsünk egyet. A bőribe. És akkor most megnézzük, hogy mit csinál. Szörkei. Csokit. Vagy csalok. Édes Istenem, ez nem egy, ezt az oltárt ne használjátok, mert nem volt túl bizalomgerjesztő. Erről nem beszélünk, igen. Ez egy gonosz oltár volt. Várjál, mert itt látom, hogy itt van a gömböc. Az egyik. Felvillant a térképütt. Ott van. Két, tehát akkor volt itt egy, akkor ott lesz a harmadik, vajon? Nézzük meg. Csip-csap-csop-csop. Ha erre jövünk, az jó lehet. Igen. Knock me all you want, Mordred. I know what I'm fighting for. Do you? Mi volt ez a beszólás? Ez ott totálisan tudom, a dicsőségért, az örök életért és a nőkért harcol. Ezzel neked valami bajod van, Szörkei? Ha igen, lépj előre és fejedet veszem. Figyelj már, Merlin! Tudjuk, hogy nem remete vagy, hanem Merlin. Egy ilyen gömböcöt keresünk, nem láttál ilyet? Oké, köszi. Amúgy a térképen mi jelöl minket? Nézd csak! Az! Ez a zöld izé, ahogy merre néz a kamera, és a zöld háromszög pedig mi vagyunk. Nézd, ott mozgok. Nem a háromszög, akik velünk jönnek, bocsánat. Hazudok. Tehát, hogy az a pötty, meg az a view cone, vagy hogy szokták ezt mondani, azok vagyunk mi. Halló, gömböcöt keresünk. Tudja, hogy az utolsó gömböc az a izénél lesz, a Tevelinnél, mi? Na és az ingyen sör, jogos. Jogos, az se rossz. Na, hát azért jó, amit most csinálunk, mert ha még nem mentünk volna végig a térképen, most akkor ezt megtesszük még egyszer. De így a tuti állító lenn. Simán lehet, hogy itt amúgy lesz valami. Itt még nem jártunk, oda néz. Jaj! Jönnek! Fölkelnek, oda... Jújjúj! Kicsit nagy a pofám most, de azért meg tudnak ezek szivatni. Amik ők valószínűleg nem fognak, de... Értitek? I fight for honor. Mi másért harcolnál? Mi másért? Awaiting your command. Pont most beszéltük meg, hogy mi másért lehetne harcolni. Jó. Jön.
felgyorsítom kicsit őket, mert szegények nagyon lassúak. Rothadó lábakkal baromi nehéz ám lépkedni. Your orders? Gyilkosság. Felszín. Ezt támadni akar. Ready to fight. Meghaltad. We are victorious. Győzelem. Okay. Egy tekercs. Az jó. Mindig jó egy tekercs, én azt mondom. Jobb ma egy tekercs, mint holnap egy... valami. Viszkát a nózin. Ez ilyen szolgálati közlemény volt. Na jó, nem találtam meg egyelőre azt a harmadik gömböcet, de gyanús, hogy akkor ide van elrakva a végére a pályának. Ha nem, akkor sincsen semmi gond, mert majd megkeressük. De előbb most akkor megmérkőzünk ezzel a Tevelinnel. Lehetne oldalba támadni? Micsoda, ősök szentélye. Az mindig jó. Na láss! Az ott középen ő? Hú, de ronda vagy, ne haragudj, hogy ezt mondom. Hú, mondjuk ez úgy néz ki, mint egy ilyen BMW-s csávó. Őszintén, az volt az ötlet. And cowards. Ye don't know what it takes to rule this land. Srácok, ez nem az a csávó, akit konkrétan, amikor a legis legelején a játéknak jöttünk kifelé, megöltünk? Az nem az volt a Sir Tevelin? Emlékeztek a játék legelején, amikor Modred fölkel és kiszabadítjuk az első segítőnket, Szörkét talán, akkor van ott egy élő holt, aki a börtönt őrz, és az ez volt, nem? Világosíts fel, szentségtelen szertartások vérmágja. You lot did me a favor. You opened my eyes. Ezek szerint jobban van, igen. Camelot, I need to embrace what I am. Egy csoszogó hulla vagy. I must become one with the darkness. Like the knights of midnight, but he is unnatural, mad, an abomination. To hell with him. Doborzok egy sereget és az elveszettekből is jó királyként uralkodott. And rule as a good king. Okay, haver, azt hiszem eleget hallottam a sipításaidat. Aha. Na most akkor. Hát ott vannak egy páran. Ő is Ghost Rider. Aha. Na most neki sok HP-ja van, neki sok HP-ja van. A csaj meg nagyon ott van és bántalmazni akarják. Jó. Oké, ez már izgibb egy fokkal. Na jó, nem. Három fokkal legalább. Your Highness? Többet sem zűrik ezzel. Hát, nekem oké. The Lord is my witness. For my Camelot. Kneel before your king.
The Lord is my witness. Jó, egy nyílpuskásat le tudtam szedni. Igen. Ha valaki ide jönne megütni a csajt, azt meg tudjuk védeni. Egy kb. És azt áruljátok már, miért nem tudok támadni. Jó, hogy három akciópontom van és kettő mozgáspontom van. Shit, akkor azért nem tudom támadni. Aki meg pont három akciópontja lehet, jó, nem baj. Oké. Okay. Ott vérzik is, ő támadni fog. Nem a csaj, jó? Azt a parasztot, azt láttátok, mit csinál? Csávót, ezt... Feküdjél el! Nagyon gyorsan. Blessings. Egy HP-ja marad, ne már! Hát akkor tagbarát. Tagbarát! Keménynek kell lenni állítólag. Állítólag rajtad a világ szeme. Kapta. Jó. No mercy for the wicked. Állj, még egy picit várj. Ebbe belehal, a simába is belehal. Hát arra is hozzá még egyet a biztonság kedvéért, igen. None can stand in my way. Nem már, hogy pont nem tudom megütni egyiket se. Ide be tudunk jönni. Segíteni. Egy kicsit. Az jó. Igen. The Lord is my witness. Az meghal. Az meghal. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Ugye lejött róluk a cucc. Mivel megöltük azok az izéket, a nagyokat, akik buffolták a kicsiket. Igen, igen. 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 Ugye mozogni nem tudok támadni, nem tudok. Jó, ők jönnek. Föl kell. Ő ott bántja egy kicsit tagbarátot, hogy senkit nem érdekel. Az ahogy rám ütött, az fájt neki, őnek is. Imádom. Áú. Jajjaj, barát! Barát! Fájni fog neked, barát, egy picit. Nem baj. Egy igazi kemény vagy. Ready to fight. Oké, itt egy kicsit sokan vannak. No mercy for the wicked. The king and country. This fight is over. Metal! Ott a győzelem! Szia, Mr. Dragon! Hello, hello! Some riches to take. Relikvia rúna, kétkezes, mit tudjam én, mit csinál? Nagyon jó! Nagyon-nagyon jó! Oké, már csak egy dolog van hátra, hogy megtaláljuk a harmadik ilyen gömbit. Addig innen nem megy senki sehova. Még azt nem találjuk meg. Nem itt volt ugyanis. Legalábbis én nem láttam. Ugye a térkép súg, hogyha a közelébe vagyok, de még egyelőre a térkép nem dobta fel. Hop hop hop, az micsoda? Hát egy kis lúg. Egy fűzet. Nagyon fincsi. Tudja valaki esetleg, hogy merre felé van? Vagy van tip? Hát gondolom ott még nem jártam, ezek szerint.
itt volt az egyik talán. Semmi. Egy láda. Gyanús láda. Az elesettek felszentelt pihenőhelye vajon. Hagyjuk nyugodni a holtakat egy mentés erejéig. Tegyünk egy próbát. Jönnek a koboldok, vagy bolondok. Az anyád, az... Lehet, hogy fájt neki egy kicsit. Nem tud elmozogni onnan. Jújjúj! For king and country. Ready to fight. Ez az, barát. Sinners shall bleed. Nagyon jó vagy, barát. Na, menekülj, barát. Awaiting your command. Serve the Lord. Igen. Jó. Ó, hogy a tíjász mindenit neki. Jó, hogy megöli magát, ez szép. Ez a barát, ez most nagyon kapja szegénykém. No mercy for the wicked. The Lord is my witness. Ott fedezékbe van, na ne idegesítse fel. I am here to serve. Time to feed the ravens. The Lord is my witness. Hűha. Ha ide kiállok, az azért nem jó, mert akkor rám fog lőni. I fight for honor. Úgyhogy megindulok vele oda. Ha meg még maradt így ponton, akkor őt leszedjük. Vagy megütjük. Visszajövök itt a barát segítségére. Nem jogom. Barát, menekülj. Jó. A csajt! Te szemét, ezért a koponyáddan fogok táncolni. Csak mondom. I am here to serve. Te. The Lord is my witness. Te mit fogsz most kapni, gyerek? Megállj, gyerek, mit kapsz, gyerek? Megdög lesz, gyerek. Bosszú. Hogy honnan. Your command? Igen. Közben Foxforce, köszi szépen a követést, és Moda, neked is köszi a követést. Sziasztok, üdv itt közöttünk. Hello, hello! Okay. Nem tudok villám csapni. Ott a manóba. Ha csak, most már mindegy. Blessings. Most már mindegy, majd kövi körbe. Kivel nem léptem? Mi a csávóval? Jó, te fedezd ön magadat. Azt kapta. Jó, gyere. Amúgy kapja. Rúna távolsági fegyverhez. Nem baj, a barát azt gondol... Nem tudom, hogy csatlakozni akar-e majd amúgy hosszú távon hozzánk. De most egy picit kapta amúgy. Lehet, hogy
nem érzi túl jól magát, egy kicsit visszahozzuk. Szia Moda, hello, hello. My soul is at peace. Itt a izéket, igen, nagyon jó. És akkor továbbra is az a kérdés, hogy hol van a harmadik elrejtett tárgy. I have some great plans. I think we need cathedrals that will shine the true light into the murk of the pagan otherworld. Jó, megvan mind a három. És kinyílik a kút. Ojaj. Egy sipítozó bansi lett a kútból ki. Ojaj, gyerekek. Győzd le a bansit. Győzze le az, akinek anyuka kettő. Jaj, miért kellett nekem előidéznem a bansit? Jó, nem baj, megyünk, megkutyantjuk. Mondjuk jó lenne egy tábortüzet beiktatni előtte, csak az a baj, hogy ez pont ahhoz ide kéne eljönnöm. Na jó, nem. Gyertek, megyünk ezt kibannolni, ezt a bansit. Az életből is kibannoljuk. Let's go, let's go. Oké. Okay. Az a baj, hogy félek, hogy mennyire lesz erős a bansi, mert azért tud szivató lenni. Főleg ha nagyon elkezdett sipítozni. Nézd, meg ilyen úton útféle lootokat találok még. Vajon eddigi kalandozásunk során mennyi lootot hagyhattunk ott? Felmerül bennem ilyenkor a kérdés. Most legalább négyszer mentem végig ezen a mappon, mire most így végig jártuk a dolgokat. Na jó. Vajon ennyi élettel, páncéllal le tudjuk-e hozni a bansit? Gyere te sipítozó szemétláda! Csak ne teremtsél senkit. 1v1, gyere! Ú, gyerek, véged van. Meginspiráljuk karaktereinket. Nagyon jó, és akkor azzal indítunk, hogy mielőtt oda menne bárki, a csaj konkrétan megrakja a bansit. Anyád! Sinners shall bleed. Nem röhög! Nem röhög! Nem volt vicces! Ú, te! De szemét! Nem volt vicces! Ha csak egyszer meg tudtam volna lőni, már most halott lenne. Kutasi. Az a neve. Ne! Most látom én is, hogy írja Tasmárt. Jézusom. Szia Prometheus, hello, hello. Tegnap találtalak a YouTube-on, bejött a Last of Us és a Detroit Become végigjátszás. Úgy néz ki, maradok, csak így tovább. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszett, és üdvít közöttünk. Hello, hello. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. At your service, my lord. Vágjuk, mikor most már... Mondom... Mondom, vágjuk. Megérte. Megérte, mert kaptunk egy jó cuccot. Jó, elvileg akkor most már minden megvan, úgyhogy befejezhetjük a küldetést. Nice! Jó, hát ez jó volt. Ez egy jó mellékküldetés volt amúgy. Nos,
Sir Tevelin az elveszett lovag visszatért. A halál egy megkeseredett torzélő holttá változtatta ezt az egykoron nemes lovagot, aki a holtakból álló serege élén Camelot feletti uralomra tört. Most sikerült keresztül húznunk a terveit, de egy nap meg lehet, még hallunk felőle. Ó, ma még egyszer vissza fog jönni a kopasz BMW-s, mármint a... Na menjünk tovább. A hős visszatért, Tristan élve tért vissza, és az egész estét azzal kellett töltenem, hogy hallgatom lovagi kalandok meséit. Szörnyek a vadonban, még furcsa ómenek, meg furcsa ómenek, mint kiderült az aranybánya teljesen üres és használhatatlan, hogy tetézzük a dolgot. Tehát nem kapunk pénzt. Viszont kap plusz 40% tépőt következő hősnek, igen, meg a hűség ennyivel nő, nagyon jó. Jó. Szintet lépett a fiatalember. Új kihívás utalom elérhető. Hoppá! Elveszed gyilkos, ölj meg 10 elveszettet. Abban nagyon jó vagyok, már nagyon sokat megöltem. Azt mondja, hogy a kiválasztott hős 25% sebzés visz be az elveszettek ellen. Egy újabb permanensítóka. Szia Elfix, csőzet! Főzet. Bocsánat. Elnézést. Jár nekem. Jaj, na. Csaj szintet lépett, nagyon jó. Mire adjunk nála? Mire adjunk nála? Azt mondja, hogy gyors célzás. A hős 2 azért kap, amikor az egység célzott lövéssel öl meg. Aha. Tehát, hogy miután lelőjük, aha, még tud mozogni. Ez mit csinál? Gyors erőre mozdulás az egyenes vonalban, a hős lendület közben minimálisan megszakít a támadást. Ez mi? Csökkenti annak a képességét, hogy az EP... Aha. Égéssel szemben 50% sebzés. Mármint, hogy 50% sebzés, égés sebzés esetén. 15% fegyversebzés minden kör első támadása esetén, ha nem fogyott AP abban a körben. Bónusz sebzés akkor is érvényes, ha mozgáspontot költünk. Egyre jobb ez a karakter amúgy, csak mondom. Egyre jobb. És ez micsoda, a hős észlelés? Hát nem. Aha. Ható távolság 2 mezővel ne megnő. Add ide ezt. Add ide ezt. Igen, és add ide a páncélátütős részét is. Jó, fejlesztés. Done. Oké, mi az, amit ő tud használni? Amúgy egy csomó érdekes tárgyat hoztunk, de whoop, így. Mondjuk a legendással szemben ez nem biztos, hogy jobb lesz, amiket találtunk. A könnyű páncélzati páncélzat. Plusz 2 pajzs, viszont mínusz a izé. Az utolsó pencétörletről... Ah, nem. Az nem. Az sem. Hát, jó, a csajnak jó a felszerelése, maradjunk ennyibe. Azt mondja, hogy kard, negatív. Kaptunk ilyen páncellót, mondjuk nekünk itt legendásos van. Úgyhogy gyanús, hogy azt nem tudjuk lecserélni. Ellenben ide, azt hiszem, kaptunk új fegyvert. Ott is van. Hogy mit csinálsz? 16-20, igen, támadások 15% sérülékenységet okoznak 2 körig. Kap plusz egy további tartalék akciópontot, ha legalább 3 akciópontot tartalékol. Wow! Hát az mondjuk, ez mondjuk elég jó. Szörkei, tessék parancsolj, egy legendás cucc. Használd, használd, légy igazi hős. Oké. Okay. Azt mondja, a fedező megszakított támadásokból kapott sebzés 50% értéket csökken. Körönként 1x3 mozgáspontot kap egy körig egy kapott találat után. Érdekes. Oh, wow. Azt nézzétek, mennyi HP, meg mennyi pajzs. Kevesebbet tud egy picivel mozogni, ugyan.
De azért az a plusz 10 HP az elég jó. Minden közelharci támadásban megölt ellenfél után kap mozgáspontot. It's a no-brainer, I think. Hú, nyugodt, az se rossz amúgy. Az se rossz szám amúgy, ez a másik. Páncélba plusz 1, meg mozgáspontba plusz 1, aha. Mozgékony pecsétje, azt mondja. Jó, azt lehet, hogy a Balannak kéne odaadni. Balan, mit van most? Visszanyer életerő pontot, amikor pihen. Ja, tudom, értem, ő az... Aha. Azt néztem is, hogy egyszer a tábortűznél, hogyha amikor páncélra nyomtunk, hogy azt húzzuk föl, a pihenéssel neki jött vissza életerő pontja is. Az mondjuk elég jó. Jó, akkor azt tartsuk meg neki, Ez így zseniálisnak is mondható. És akkor azt mondja, hogy itt ilyen főzet, meg őzet. Azt mondja, a hős plusz 2 akciópontot kap a következő küldetésen. Használat után elfogy. Ha! Következő küldetésben több akciópontja lehet valakinek. Lángfal tekercs. Létrehoz egy 4 mező hosszúságú tűzfalat. Igen. Jó. Kitaláltuk már szerintetek, hogy kinek adjuk oda ezeket? 25% sebzést visz be az elveszettek. Tehát az élő holtak ellen. Amúgy szintet lépett ő is. És akkor kéne neki itt a fejlesztést eszközölnünk. Földrengetés. Lehet, hogy ezt meg kéne vele tanulni. Az egy jó képesség. Mondjuk 7. Szóval, hogy 7 akciópontja van, tehát hogy ez egy támadásos történet. Mondjuk ezzel lehet egy jót nyomni. Ezt tanuljuk meg vele is. Ugye ő is tud ilyen földrengetéses dolgot, és Tristan is szintet lépett a küldetésnek hála, ahova elküldtük. Van 2 pontja. Ez mi a mancs? Mérgező vengás hatása a célpont sebzést is csökkenti 10%-ért. Aha. Ezek nem rosszak. Gázcsapda. Dobótör. Azt tanuld meg, az mindig jó. Nagyon jó. Amúgy 6-os szintű lett itt amúgy mindeközben. Ezek meg hiába gyakorlatoznak, nem nagyon lépnek szintet. Alright. Megvagyunk, nem? Én azt gondolom, hogy így nagyjából jók vagyunk. Ezeket így igazság szerint... Jó lenne majd kitalálni, hogy kinek adjuk oda. Mert azokat jó lenne elhasználni. Nyilván azért jó, hogy megkaptuk ezeket. Arra valóak, hogy használjuk, csak nem tudom eldönteni, kinek adjuk oda, mert ugye limitált, hogy mennyi ilyet tudnak meginni. Tehát 4-et lehet azt hiszem használni, tehát vagy valami ilyesmi. Tehát mondjuk tudjuk azt csinálni, hogy élő holtak ellen a csajszi mondjuk 25%-kal többet sebezzen. A csajnak adjuk oda, vajon? Vitalitását... Igen, ezt még mindig nem... Taktikailag próbálom összehozni azt, hogy kinek adjuk oda ezeket. Kik azok, akik többet vannak arccal mondjuk a harcba, meg ilyesmi, értitek? Hát nem tudom. Tip? Kicsit a chatet felélinkítjük. Kinek adnátok oda a vitalitás visszatöltőt, és kinek adnátok oda a élőholtakkal szembeni cuccot? Addig én megnézem, hogy mire költsünk pénzt. Mint például a hős szint izére költhetnénk.
magamnak. Ez jó, ez Timi, ez tetszik, szia, szia. Azt hittem Death Space van, majd este, este lesz. Ja, jó, jó, azt hittem, hogy nem jó izét írtam ki, de este folytatjuk 6-tól. Szia, Kattus. No, no, hello, hello. Jó lurkolás, Timi. Amerre én járok, ott halott űr marad. Ja, persze. Meg nedves... Na, jaj, Jézus. Na, bocsánat, elnézést. Ó, a kereskedő hozott új cuccokat, nem? Igen, most van új árufeltöltés. Varázspálcát hozott. Hát, fiam... Na, mondjuk elég jó az a varázspálca, de 2000 egyet nem ér! Mi az, hogy nem szólt a DC? A DC-n everyone-os érdesítés ment ki, Timi. Csak nálad le van némítva a Discord. Aha. Tehát akkor ki a hibás? Élő holt elleniket, aki kontaktba kerül velük, varázsló IS, tehát nem nagyon. De ők is lőnek rájuk. Miért ne kerülnének kontaktba? A vitalitást meg a legkevesebb HPU-nak maybe. Vagy a legkevesebb... Hát, igen, azt hogy tudjuk megnézni, hogy vitalitása neki 58, 55, 51, 56. Hát nagyjából egy vitalitáson vannak. Jöttek jó varázspálcák? De még milyen varázspálcák lesznek majd itt jövő héten? Tényleg, srácok, aki esetleg megcsinálta ezt a házbesorolós történetet, ugye, amit a múltkor streambe, a beszélgetős streambe megcsináltunk, hogy melyik házba lesztek majd a Hogwarts Legacy-be. Van egy játékhoz kapcsolódó szobánk a Discordon, ott bedobtam én is, hogy nekem végül mi lett. A portré, a pálca, a patronus, meg melyik ház. És csináljátok ti is egy ilyet, és kezdjük el ott megosztani egymással, hogy ki, mivel, hova került be, melyik házba. Nyomjátok, nyomjátok. Jó, fejlesztéses, illetve mi van a térképen? Ujjjjjjjjj! Titokzatos kovácsmester. Atya ég, egy titokzatos kovácsmester látogatott el az udvaromba, és eladásra kínált Danu isten, kínált a Danu... Danu? Ha várja már, az a PUBG-s csajszé, az vágesz. Danu istennő népének felbecsülhetetlen kincseit. Először műkedvelő mókamesternek véltem, ám közelebbről is szemügyre véve a portéket valóban páratlannak tűnt. Az idegen nem volt túl beszédes, arcát kámzsa takarta, és még egy pohár bort sem fogadott el. Azt mondta, mindössze egyet választhatok a csodás dolgok közül, ami igen szokatlan és tiszteletlen kérés egy utazó kereskedő részéről. Oké. Okay. Elkobzod a tárgyat, és tiszteletlensége okán kapsz egy extra zsákmányt. Nem. Legyünk tisztelettel a mások felé, jó? 300-ért tudunk venni egy extra zsákmányt. Add ide. Aha. Varázspálca. Tártlél kérdezi, hogy 7-től tolom el a Hogwarts-et. Igen, mert a Deluxe Edition-t vásároltam meg PlayStation 5-re. Azért nagyon fontos információ ez amúgy, ezt majd még fogom mondani, meg már említettem is, de ugye aki PlayStation-re veszi meg a játékot, a PlayStation-en egy éves exkluzív tartalom van a játékhoz, ha jól tudom. Tehát, hogy van olyan mellékküldetés, ami csak és kizárólag a PlayStation-on lesz elérhető, és amennyire láttam, egész klassz mellékküldetésről van szó. Úgyhogy azon fogjuk nyomni, azt még nem tudom, hogy mikor kezdünk, hát hajnalban, hajnal éjféltől elérhető, 00:01-től már nyom, nem, valószínűleg este fogjuk elkezdeni, délután este, valami ilyesmi szerintem. Aztán majd a héten lesz olyan, azt gondolom, hogy délelőtt is fogunk vele játszani. Na, szóval kaptunk egy ilyet, nagyon sok plusz sebzés, azt kicseréljük így. Eskü, ránézek Twitchre már csak ezért is. Mármint, hogy mire gondolsz? Ja, hogy a mellékküldetés miatt?
Jó, ezt kicseréltük. Nagyon jó volt ez a tárgy, amit kaptunk. Mik vannak itt a térképen? A következő az főküldetés lesz, amire szeretnék menni, hölgyeim és uraim. Már csak azért is, mert ha jól látom, semmi más opcióm nincsen. Kiváló. Ez kiváló. Jó, irány Camelot. Camelot. Kereskedőnél mit tudunk fejleszteni? Minden jelenleg későbbi hős egy extra páncélt kar. Egy olyat már csináltunk. Ez 2000 per 2000. Az nagyon sok. Ez 2000, gyakrabban kínál frissítést, az nem kell. Az mi a mancs? Visszanyer egy páncélt minden megölt ellenfél után. Wow. Tegnap is hasonlót kérdeztél, csak elpörgött a chat, ne haragudj, nem vettem észre. Viszont lehet, hogy ezeket a streameket nagy részt kihagyom, mert pergetem én is, majd vodon mindenképp visszanézem. Ahogy érzed, ahogy érzed. Azért igyekszem majd mellékküldetéseket is eléggé... Az a helyzet, vagy nem baj, nyilván ez tök jó, hogy... Megnéztem most tegnap ezt az új trailert, amit kihoztak, vagy kiadtak a játékkal kapcsolatban, és nagyon-nagyon izgatott lettem, és nagyon várom tényleg a játékot, úgyhogy alig várom, hogy pergethessük. De túlzásban nem szeretném vinni, tehát hogy lesz más is, legalábbis ez a terv, aztán tudjátok, ismertek, lehet, hogy megborulok, mint a Ragnaröknél, de remélem, hogy nem. Na jó, szerintem feloldunk plusz 2 helyet, bár egyelőre nem szükségeltetik. De legalább akkor azzal is fejlesztünk. Vagy tartalékolok pénzt. Á, nem az. Nem úrki, nem herdál. Ez az. Oké. Okay. Haladásos. Haladásos. Maradt 800 pénzünk. Remek. Itt mentünk egyet. Enyhén válságos az anyagi helyzetem. Szóval hétfőtől Hókuszpókjába utazunk Camelot és Bogara Mély úr után. Hát kedd, tehát egyrészt kedden jelenik meg a játék, hétfőn még valami mással fogunk játszani. Na! Mehet! Her annoyingly cryptic remark alluded to Queen Guinevere, of course. So I wasn't surprised when I received a message from Queen Guinevere by a raven that could talk. Guinevere is under siege. If I help her, I will get that promised guidance. Ah. Ugye, ha emlékeztek, a tó úrnőjével beszéltünk ott a előző adásban a tó partján. Azt mondta nekünk a úrnő, hogy egy királynőtől kapok útmutatást arra nézve, hogy hol találom Arthur király lelkének széttört darabjait. Idegesítően rejtélyes megjegyzésével természetesen Guinevere-re célzott, így nem voltam túlságosan meglepve, mikor üzenetet kaptam tőle egy beszélő holló kézbesítésével. Guinevere vár a ostrom alatt áll, ha segítek neki, megkapom az áhított útmutatást. Let's do this shit. Pereghet. Ó, de hülye vagyok, mindegy. Csak a Trisdant el akartam volna küldeni, tréningelni. What a ragtag army. Savage Picts and cunning cutthroats from the woods. Why are they laying siege to Guinevere's castle? Somebody must have sent them here. Valaki ide küldte ezeket a hitvány izéket, hogy megtámadják Guinevere kastélyát. Jövünk fel! The man who killed me. Imagine my surprise when I heard about your arrival in Avalon. Csaje, hát a szívbajt hoztad rám. Guinevere hollói, Sir Modred, az ember, aki megölt. Képzeld el meglepettségemet, mikor hallottam Avalonba való érkezésedről. Te vagy az, királyném? Egy tündöklő hölgyet vártam, nem pár vézna madarat. Én küldtelek téged ebbe a túlvilági életbe, emlékszel? Ezúttal minden... miképp segíthetek? Still, you recognized me. As I can recognize the darkness of your soul. Megváltoztam, esküd. Így kér segítséget, a halál nem változtatott meg Guinevere. Help! You were an option. My best. Aha.
Aha, lehetőség vagyunk számára. I am a priestess of the Lady of the Lake and you serve her. She sent you here and she knows why. Igen, amúgy a Wizarding World lehet megcsinálni ezt a besorolást, be kell jelentkezni egy ilyen accountba, vagy csinálni kell egy accountot, és akkor tudjátok, végig tudtok menni, ugye ha emlékeztek, ilyen kis minigémek vannak, hogy mit dönteni kell, ugye visszatérve itt a Harry Potteres házbesorolóról, úgyhogy ott tudjátok megcsinálni. Na, közben vissza a videójátékhoz. Igen, a Lady of the Lake küldött minket. Mondd meg, mit akarsz tőlem, nem szolgálok senkit, de hajlok rá, hogy a veszélyben lévő kisasszonynak segítsek. Ez jó. Do you know? You sound almost like Sir Lancelot. Get a move on then. We are running out of time. I can't hold the walls much longer. Csupán kérned kell. The castle is under siege. I will await you here. Follow my ravens and do what you always do. Kill everyone who stands in your way. Please. Ki mondta? Davide, köszi szépen a követést, üdvít közöttünk, hello. Oké. Ki mondta azt, hogy légy szíves, úgyhogy segítünk neki. Menj a várhoz, ez a feladat, ez meg a mentés. Oké, let's do. Wow, ott vagyunk, és akkor aha, mehet. Finally. Oh, the subtle thread of manipulation I had to weave to make these two meet. A queen and a king killer. Sworn enemies. Destroy their advance guard first, then we can talk. It won't be a problem. Kicsit összekerültek a szituációk, még a Kajszi még beszélt. Húha, na várjatok, mert itt aztán gonoszok vannak. Ez ugye van festett íjász, meg van nyílpuskás, Jó, ez az első etap, amit meg kell oldanunk valahogy. Lehetőleg ügyesen. Vagy nem tudok oda menni megütni őket. Ez némileg gond. Így. Perumar, mi is erről rendeltük rá, csak ő majd PS4-re, én pedig PC-n tolom majd, de alig várjuk mi is. Na, örülök, hogy más is várja a játékot. Hát PS4-re majd, csak ugye áprilisban jön elvileg a játék. Úgyhogy ott egy kis türelem kell majd még, de PC-n ugyanúgy elérhető lesz már. Mondjátok, mi ez? Kedden. Ha a Deluxe Edition-ed van, amúgy meg 10-én, ami nem tudom milyen nap. Péntek, csütörtök? Valamelyik kettő közül. Egy hülyeség. Péntek, köszi! Azt mondtam én is, hogy péntek. Most mondom, hogy péntek. Most mi? Kösz. Várjál, ő támadni fog. Ne legyél gonosz! Hogy az anyád? Ú, de jönnek! Mennyi HP-ja van annak? Bántás. I can take them all. Kluty. The Lord is my witness. Hol van az IS? Ott az IS. Ide jövünk, az IS-t azt tudjuk bántani. Az szedjük ki az IS-t. Ó, van egy másik IS, azt elfelejtettem. For king and country. For my Camelot. Itt mindenki vérzik. Ez tetszik én nekem. Mindegy, őt megöljük. Őt meg fellöntjük. Úgy. Oké. Ez a baj, egy kicsit arccal jöttem a pofonért.
Ow. 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 Még legalább belehalt abba, hogy megütött. For my Camelot. Your orders? No mercy for the wicked. Jó, mínusz egy. Pont az íjász marad, hogy rohadjon meg. És nem tudok sehonnan se rálőni. Érdekes. Hol miért nem tudok rálőni? Ja, mert hogy ő föntebb van is azért. De elkezdett bejönni ilyen mechanika? Vagy hát eddig is volt, gondolom, csak nem annyira találkoztunk olyannal. Szóval lehet éjszakában menően játszani, mert másnap jó esetben nem kell korán kelni. Igen, a péntek este az ilyen szempontból jól lehet a megjelenésre. Ugye ott egész hétvégén lehet pergetni. Én is nagyon várom pont a megjelenés után, Szabin vagyok, szóval lesz idő játszani. Nice! Közben Sebastian, vagy Sebastian, gondolom én, köszönöm szépen, vagy Sebastian, köszi a követést, hello, hello. Na de, menés, előre, előre, arcba. Úgy. Jó. Nem szív dolog, amit csinálsz, fejezd be. Ez az. Oké. Az ki az az? Impressive. This is how I remembered you, so Guinevere. Covered in blood, seething with fury. Flattery doesn't suit you, Mordred. Hogy udvaroljunk már. As a queen is over. This tower is my last domain and I am losing it. Ez a torony az utolsó birtokom, és épp elveszítem. Egy hitvány sáreg által, kik ő? Söpredék. Morgels barbárokat csábított ide, hogy meggyengítse a védelmét, miközben valódi serege a végső rohamra készülődik. Gonosz anyám. Not here in the camp, but yes. She is here in Avalon. Wow. I found her presence just as surprising as yours. Őt is a hölgy hozta ide? That would have been something, but no. Her picks found their way to this erre a szigetre, island, és visszahozták őt. Mindig a boszorkány királynőjük volt éjszakon. Van más valaki? Zsoldos csapatokat is felfogad, a piktek az elit harcosai. Egy ilyen csapattal az egész szigetet meghódítaná. Megvoltak a csatáim Morgesszel, de ő még mindig az anyám. Miért harcolnék a te oldalanon? És azt akarod, hogy megtörjem az ostromot? Yes. Igen, azt szeretné. They brought the siege engine on this side of the tower, and a picked shaman is preparing a powerful spell on the other. We have to stop them before it's too late. Építettek egy ostromgépet a toronynak ezen az oldalán, és a picked shaman egy erőteljes varázslattal készül a másikon. Meg kell állítanunk őket, mielőtt túl késő. Miféle ostromgép? If you help me get there, I will burn it to cinders. But it is erősen őrzik, de ő majd elvileg megpróbálja felgyújtani. Egy sámán, miért nem használod a varázslatodat, Guinevere? I can't stop him on my own. Egyedül nem tudja megállítani. Egy szörnyet idéz meg a mélységből, keresztül tud mászni a földön, és megingatja a tornyom alapzatát. Tehát, hogyha érted, ontjuk a vérünket, attól jó emberek leszünk. It could make you a worthy man. Worthy of yourself. Szia, Chassid. Of the lady of the lake. And yes, of me too. Vagy csak várnom kell, amíg az ellenségeim megölik egymást. Remek, várj itt, s elkészen a további kérdéseimre. Who do you take me for, Mordred? I can take care of myself, and I will accompany you. Oké, Guinevere csatlakozik hozzánk. Juhú! Mit tudsz, csaj? Mondjuk a fegyversebzésed nem túl nagy. De nagyon jó az a portré, rohadt jól néz ki. Jó, mentsünk egyet.